Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ha a múlt héten gólokban gazdag fordulóról beszéltem, akkor most gólzivatart kell említenem, ha a 22. játékhetet akarnám jellemezni. Ezen a héten lőtték a csapatok az idei legtöbb gólt, a 6 meccsen összesen 61-szer találtak a kapukba. Most egy kiesési rangadó következik, a két utolsó helyen álló együttes, a Fészeképítők és a Sünnyes Barátai összecsapását láthatják. A Városi Kispest labdarúgó bajnokság első osztályában kiesési rangadó a 22. fordulóban. Fészeképítők, Sünnyes Barátai, kékmezben, jobbról balra a pályaválasztó Fészeképítők, még fehérben a Sünnyes Barátai együttese, amely jelenleg még 4+1-ben a pályán, tehát egyel kevesebb mezőnyjátékossal a Süni együttese. A korai kezdés kapcsán még nem értek meg, nem érkeztek meg a játékos társak ide a vidatanoktatási központba. Őrsi szöglete. Kozár próbálkozott egy lövéssel, a labda azonban kipattant vissza a mezőnybe, egészen a Fészek kapujáig. Őrsi, Spanner, levágódik a lövés. Egyenlőre a Süni együttese még nem lépte át a felező vonalat. A Fészek úgy tűnik gyorsan döntésre akarja vinni a dolgot, még mielőtt kiegészülne a fehérmezes gárda. Szőnyi, aztán Kerecsényi, majd ismét Szőnyi a labdával. Spanner György veszi le. Kozár fejelte vissza a kapus kidobását. Spanner. Kozár. Kozár, levágódott a lövés Szaniszlóról. És itt van az első találat, Őrsi a gólszerző, Spanner passzát váltott a gólra. Mindez a harmadik percben. 1-0-ra vezette tehát a Fészeképítők. Vonnák. Spanner próbált labdát szerezni. Itt Vezzelei volt, elnézést. Szőnyi. A kapusig Kerecsényi, Szőnyi, Kerecsényi, Vonnák, Szaniszló játszotta volna be középre a labdát Szőnyinek, a kékmezes védők azonban lefülelték az átadást. A két együttes egyébként
őszi találkozójuk alkalmával a Fészek együttes. Hát a Fészeképítők együttese került ki győztesen, mégpedig 8-2-re nyerték akkor a találkozót. Most jelenleg a Süni és barátai gárdája várhatta előnyösebb pozícióból ezt a találkozót, hiszen a Süni a 12. 16 ponttal jelenállás szerint, míg a Fészeképítők a sereghajtó a 13. 15 ponttal. Egyetlen egy egység tehát a különbség a két együttes között. Így a győzelem mindkét fél számára rendkívül fontos. Mind a két együttes a kiesés szélén, és hát érthető, hogy a búcsú elől menekülnek a gárdák. De hát nincsenek egyedül, hiszen a Szép Hő is menekül, a Korall is menekül, a Bádogos is menekül, tehát igen szoros lesz még az alsóház. Vonnák szerez labdát és indul meg. Vonnák, Kerecsényi, Vonnák kapja vissza, nem volt rossz elgondolás. Kozár emeli ki. Továbbra is 1-0-ás Fészeképítők vezetés, Őrsi, és már 2-0 az eredmény. Gyors leindítás, kontraakció, és már 2-0 a Fészeképítők javára a 6. percben. Őrsi. Zelei. Őrsi. Kozár. Spanner. A kapufát találja telébe Őrsi. Ő is. Egy támadáson belül két fészek kapufa. Vonnák. Fölé is, mellé is. Nem volt túl jó próbálkozás. Szőnyi. Zelei. Nem kerül emberhez a labda. Hosszú kapus kidobás. Kozár veszi le. Kozár nem sokkal ment a kapu fölé. Szőnyi. Kozár. A harmadik fészek kapufa.
Őrsi helyezkedett a jobb kapufánál, azonban nem tudta Bejev segíteni a labdát. Kozár. Őrsi. És akkor kiegészül a Süni és barátai együttese. Bozai Attila érkezett a pályára a képen, most kapta a labdát, és Burger Szilárd, aki most ér a labdához. Kerecsényi nem sokkal ment el a bal kufa mellett a labda. Továbbra is maradhatna 2-0-ás fészek vezetés. Vonnák. Knauz. Őrsi le is vehette volna akár a labdát. Bozai. Kijött a kapusról. Bozai nem volt pontos. Őrsi. Szép cselek. Őrsi vég. A kapusvéd. Zelei. Ez pedig az oldalvonalon túlhatja el a játékteret. Burger, Kerecsényi, Bozai. Szép játék! Spannener Zsolt repülte a kapujából. Jó ütemben. Spanner László fölé. 13. perc, 2-0-ás fészek vezetés. Kerecsényi, Bozai. Kerecsényi kapja vissza, aztán Szaniszló felé gurult volna a labda, háta mögé kapta a labdát. Így Knauz tudott szerelni. Knauz harcias. Spanner László, Zelei hosszan vette át a labdát. Kerecsényi. Bozai. Knauz. Szaniszló majd vonnák a labdával, Kerecsényi, Bozai, jól járatják a Süni játékosai. Szemmel láthatóan feljavultak, feljöttek, hogy megérkeztek a játékostársak, és kiegészült az együttes. Szilágyi próbált elmenni a jobb oldalon, Szaniszló szerelte. Spanner László tette le a labdát, Szilágyi lőtt, azonban a labda elkerülte a kaput. Bozai. Szép szerelés Zelektől. Spanner László.
Kozár. Bozai érkezett. Az utóbbi találkozókon a Süni és Barátai jól teljesít, jól szerepel. Még a fészeképítők igencsak gyengélkedik. Hiába játszik a gólgazdag mérkőzéseket, rendre vereséget szenvednek. Legutóbbi koncertjük még a 19. fordulóban volt. Április 9-én akkor a Blue Hétfővel játszottak a 4-4-es döntetlent. Azóta a vereségeket tudhatnak magukénak. A Süni az elmúlt játék héten szabadnapos volt, így ők rápihenhettek erre a találkozóra. Előtt azonban 6-1-re verték a Koralt. És az Aprilia a motorosbolttól kaptak ki. Így őre. Nem volt szabályos a bedobás. Így a Süni hozhatta játékba a labdát. Bozai sarokkal tovább Burger felé, Knauz. Vonnák. 17. perc. Továbbra is 2-0-ás fészeképítők vezetés. Spanner László, Spanner György, szép játék volt, a végeredmény azonban egy kirúgás. Bozai, Vonnák, Szilágyin pattan meg, Szilágyi, Kozár. Ez a labda elszállt a kapu előtt keresztbe, nem érkezett rá senki. Bozai. Kerecsényi, Burger, Bozai kapja vissza. Knauz lépett közbe jól és határozottan. Bozai bedobása mindenki feje felett elszáll. Szöglet. Kozár fejeli ki. Vonnák. Szeniszló. Bozai szabad rúgása. Mindez a 19. percben Kozár hátán pattant meg a labda. Szöglet. Bozai. Szananizó. Jó volt a lövés. Csak egy picit pontatlan. Szilágyi. Szaniszló támaszkodott rá Spanner László hátára.
Fészekbedobás. Knauz mellé. Burger. Szaniszló. Bobonnák. Kerecsényi. Bozai. Bozai még. Szép játék. Spanner Zsolt óriási védése. Az ismétlésnél pedig Kerecsényi volt bizonytalan. Spanner László. Spanner György. Vonnák szabadított fel. Knauz. És ez a kapusé. Bozai. Knauz. Szilágyi. Knauz kapja vissza. Bozai. Knauz kért cserét közben. Bozai. Vonnák. Bozai még bent tartotta. Vonnák. Burger Szilárd lábáról hagyta el a labda a játékteret. Szaniszló. Spanner László. Spanner György. Kerecsényi. Burger. Őrsi érkezett hátra. Spanner Zsolt kidobása. Őrsi dekázgat egy picit, aztán Szilágyinak gurítja le a labdát. Szilágyi Burgerrel küzd. Szilágyi be középre, és Szaniszló majd Kerecsényi a labdával. Bozai. Bozai végzi el a szabadrúgást. 23. perc. Vonnák fejese. Nem érkezett középen senki. Szilágyi. Bozai. Spanner kapus fogta meg. Kerecsényi. Kozár lépett bele a lövésbe. És ezt nagyon jó ütemben tette. Bozai. Vonnák fölé. Hát ez meglehetősen hosszú kirúgás volt. Őrsi nem tudott rástartolni. Kerecsényi, Bozai, Burger, és ebből lehet fordulni. Őrsi szerzi meg, és aztán eladja a labdát. Szaniszló egészen hátra, a Süni kapusáig. Kerecsényi, Szaniszló, Bozár, Spanner László, Őrsi középen, és megmenekült az újabb találattól a Suni együttese. Spanner György vállalkozott lövésre, az megpattant Bozain, és így a labda a felső lécet érintve hagyta el a játékteret. Szöglet, mégpedig a találkozó 24. percében. Az utolsó percben, percen belül, tehát az első félidőben
2-0-ás fészegépítők vezetés. Szilágyi, most már 3-0. Eredményhoz tehát a sarokrúgás, és a 25. percben 3-0-ra vezet a fészek. Szilágyi Attila a gólszerző. Krecsényi, Szaniszló, Vonnáknak kell startolni a labdáért, nem is tudta befogni. Fészek bedobás. Őrsi, nagy védés, az ismétlés pedig a kapu mellé száll. Vége az első félidőnek. Őrsi 2 és Szilágyi 1 góljával 3-0-ra vezet a fészeképítők 25 percnyi játék után. Megkezdődött a második félidő. Különösebb változás nincs az együtteseknél. Szilágyinak kell futnia, nem érte el a labdát. Krecsényi kioszt egy kötényt, Burger, Bozai az alapvonalnál, Knauz érkezik és szerel, szöglet. Őrsi. Szaniszló. Spanner László, Spanner Zsoltot saját kapusát hozta. Kelemetlen helyzetbe. Szaniszló. Vonnák. Bozai kioszt egy kötényt. Vonnák szedi össze. Ottó kapus. Aztán pedig Kurger. Bozai. Knauz szerelt. Spanner Zsolt. Bozai fejjel középre. Kurger. És a kapu mellé pattan a labda. Nagy helyzet volt. Szilágyi. Szaniszló inkább Bozainak hagyja a labdát. Őrsi szépen veszi át, aztán egyből középre. Spanner László. Spanner György dobhatja majd be a labdát. Egészen hazadobja. Spanner László. Őrsi. Vonnákban akad el. Spanner György. Hosszú kidobás. Bozai felé. Spanner Zsolt érkezett, és igen határozott mozdulattal öklözte ki a labdát az oldalvonalon túlra. Krecsényi. Szaniszló zárkózik fel, és eladja. Őrsi! Jól jött ki kapujából Ottó. Szilágyi bedobása. Burger fejelte ki. Knauz, Krecsényi, Burger, Bozai leveszi a labdát. Knauz volt szabálytalan, a hatos vonal előtt néhány centiméterrel.
Bozai Attila végzi el a szabadrúgást. Vonnák, szép! Remek szabadrúgás kombináció. Vonnák várta a jobb kapufánál a paszt. Kapta is, és egyből a kapu bal alsó sarkába továbbított. 3-1 az eredmény a 30. percben. Bozai, Szaniszló, Szilágyi, róla megy ki a labda. Bozai bedobása, átszáll a fejek felett, a túloldalról a fészek hozhatja játékba a labdát. Őrsi, ezt most ő rúgja ki. Bozai, Kerecsényi, Szilágyi, Spanner György, Szaniszló próbálta tőle megszerezni a labdát, ez nem sikerült, csupán lerántani tudta. Őrsi, szép cselek, aztán belebonyolódik, bevitte a sűrűbe, hiszen három fehérmezes is oda került Őrsi József környékére. Elég veszélyes volt ez a bedobás. Spanner Zsoltnak kellett kijönni a kapujából messze. Kint volt már a labda. Fészek. Bedobás következik. Őrsi. Szaniszló. Kerecsényi. Burger. Ez is kint volt már. Őrsi, Szaniszló mellett megy el, aztán nem tudja kapura tenni a labdát, hiszen Szaniszló visszaérkezik, és jól zár Kerecsényivel egyetemben. Spanner László, Szilágyi, Kerecsényit rázza le magáról, Szaniszló, Spanner László egészen hátra, Spanner Zsoltnak. Szaniszló. Bozai. Szaniszló adta el a labdát. Spanner György mellé. Már inkább talán beadásnak szánta, de hát kapura lövésnek sem volt jó. Bozai. Knauszt próbálja becsapni, ez egyenlőre sikerül. Szaniszló. Levágódik a lövés. Szöglet. A 34. percben járunk már. Bozai és Spanner Zsolt a testével hárít. Spanner György. Szilágyi. Bozai sarokkal középre. Knauz vágja ki. Szaniszló. Vonnák. Le is vehette volna akár. Ő egyből próbálta betenni a labdát. Ez nem sikerült. A kivitelezésbe hiba csúszott. Szilágyi. Most letámad a Süni együttese. Hurgerről ment ki a labda. Spanner László. Szaniszló fülelte le az átadást.
Megint csak Szaniszló, aki megakadályozza a fészek helyzet kialakítását. Szilágyi Szaniszlóban akad el. Spanner kapus kidobása. Kifelé jár a szabadrúgás. Spanner György volt szabálytalan. Kerecsényi. Bozai. Jó a csel. Aztán Spanner László szerelt. Spanner György. Szilágyi zárkózik, felkapja is a labdát. Megpróbált centerezni. Spanner György lábáról pedig lecsorog a labda, de igen, csak rossz irányba. Bozai. Egy lövőcsel visszahúzza Szaniszló fölé. Ez is nagy lehetőség volt most, úgy érzem a Süni játékosai előtt. Továbbra is 3-1-es fészeképítők vezetés a 36. percben. Szaniszló. Kemény csaták most a pályán. Kerecsényi. Spanner László. Spanner György. Spanner László kapja vissza a Zelei középen. Kerecsényiről vágódik le Bozai. A kapusé. Knauz. Spanner László. Nem volt rossz az elképzelés. Spanner György egy picit lekésett róla. Spanner László bedobása a Szilágyi felé. Knauz. Burger. Kozár rosszul ért a labdába. És meg kell állítani a játékot, hiszen Spanner Zsolt, a fészek kapusa, rosszul érkezett a földre. Spanner Zsolt nem is tudja folytatni a játékot, így Vinicai Ádám állt a gólvonal elé. Első labda érintése. Szilágyi. Szaniszló mellett próbált elmenni, nem sikerült. Vonnák. Bozai zárkózik fel a bal oldalon. Nem kapja Purger, viszont igen, középen. A perdítése azonban a kapu mellé száll. Harmincnyolcadik perc. 3-1. Szaniszló. Kerecsényi. Szaniszló. Bozai bedobása. Kozár kézzel ért a labdába, bizony 7 méteres. Szándékos kezezés. Felzárkózási lehetőség a Süni és barátai együttese előtt. A büntetőt Bozai Attila végzi majd el. Minden többi játékosnak át kell fáradni a felezővonalon túlra. 3-2. A gólszerző Bozai. Mindez a 40. percben.
ha csak a végén mégiscsak izgalmas lesz a kiesési rangadó, hiszen 0-3-ról jött föl, most 2-3-ra a Süni együttese. Vinicai. Szilágyi sarokkal tovább, szép mozdulat volt, azonban haszontalan. Bozai, Szaniszló, Hurger egy pillanatra elveszti a labdát, és most már végleg, hiszen Kozár szerelte őt. Bozai. Jó a csel. Szaniszló, 3-3. Kiegyenlített a Süni. Játék volt. És egy percen belül két gólt szerez a fehérmezes gárda. Szaniszló góljával pedig már 3-3 az eredmény. Ledolgozta 3 gólos hátrányát a Süni. Spanner György, Szilágyi. Túl kombinálták, ő is elvállalhatta volna, azonban Őrsinek passzolta le, vagy próbálta lepasszolni. Bozai Attila pedig jókor érkezett hátra, és szögletre mentett. A szögletből nem lett semmi. Bozai. Szaniszló. Vinicai. Purger csúsztatta meg. Bozai. Szaniszló. Kerecsényi. Vonnák. Kozárt csapta be. Vinicai kapus gurítja ki. Szilágyi. Kozár. Szaniszló volt szabálytalan. Szilágyi végzi el a szabadrúgást. Spanner György, Szaniszló. Szilágyiban akad el, pedig lehetett volna indulni. Otto kapus veszi le. Bozai. Spanner György fordulhat. Kint van. Szabad rúgás a fészeképítőknek, Őrsi lövését Otto hárítja. Szaniszló. Kerecsényi, Bozai. Szaniszló, Hurger, az oldalháló. Átvehette volna a vezetést a Süni együttese. Kijátszották a helyzetet a végletekig. Hurger azonban az üres kapu helyett az oldalhálóba lőtt. Bozai. Vonnák. Kerecsényi. Őrsi szerez labdát. Aztán Spanner György pedig eladja. Vinicai öklözi ki. Szilágyi. Spanner György. Szilágyi viszi tovább. Szabadrúgás ismét a fészeképítőknek. A 44. percben járunk. Őrsi. Azért dühös, mert nem mozogtak felé a játékosok, hogy tudja kinek passzolni. Szilágyi. Bozai. Nagyon esetleges a fészek játéka, nem igazán van benne koncepció, elképzelés. Szilágyi. De hát ez dicsérheti a Süni védekezését is. Most Vonnák szerzett labdát. Purger, Kozár szögletre ment. Kerecsényi elől. Purger szöglete.
Zaniszló mellé. Spanner László. Újabb süni labdaszerzés, vonnák. Knauz. Vonnák János rántotta le. Spanner László végzi el a szabadrúgást. Kérje 3 métert. Knauz. Szaniszló. Bozai veszi le végül. Bozai Attila vinicai hárítlábbal. Bozaihoz kerül vissza, Purger, vonnák, Spanner György érkezett szabálytalanul, lábra tartva. Süni szabadrúgás. Kéttagú a sorfal, Kerecsényi Szaniszlónak gurítja le. Lövése nyomán a labda a kapu mellé száll. Spanner György esett el. Ezért bizony oda rúgtak a bokájára. Spanner László. Kozár. Kozár még. Ketten zavarták egymást a kékmezesek. Kozár és Spanner László. Szaniszló. Vinicai szedi fel. Őrsi. Kerecsényi érkezett. Fészek szabadrúgás. Őrsi, Spanner László. Spanner György Szaniszlóval ütközik. Őrsi. Knauz elől mentett, becsúszva Kerecsényi. Kerecsényi fejelte ki. 47. perc. 3 perc van hátra a rendes játékidőből. Őrsi nem sokkal ment fölé. Hát bizony kell küzdeniük a csapatoknak, hiszen egyik félnek sem jó a döntetlen, vagyis az 1 pont Kerecsényi, és ezt is elpuskázzák. Óriási helyzetek maradnak ki mindkét oldalon. Spanner György. Knauz. Bozai húzza vissza, aztán vonnák, és ugyanezt teszi. Spanner László. Kapufa! Spanner György érkezett becsúszva, és lábáról a kapufára pattan a labda. Őrsi, Bozai, Purger, Bozai kapja vissza, aztán Purger mellé. Spanner György, Bozai Attila volt szabálytalan. Kozár, Spanner László. Majdnem elveszti a labdát, Szaniszló igencsak rángatja a mezét. Teljesen jogos a szabadrúgás. Őrsi. Spanner László kapja vissza. Szaniszlóról megy ki a labda. Spanner bedobása. Őrsi. Vonnák őrzi keményen, újabb fészekbedobás. Kozár, Őrsi, és ez most a fehér mezeseké, bizony Őrsiért utoljára a labdába. Megkezdődött a találkozó utolsó perce, Bozai, vonnák. Szaniszló! Vinicai érkezett ki jókor a kapujából. Talán az utolsó lehetőségek egyike következik most. Bozai. Bozai még mindig elveszti a labdát, azonban szabálytalankodnak vele szemben.
Süni szabadrúgás. Egy szabadrúgásból már eredményes volt a Süni, és a másodikból is. Kerecsényi ugyanaz a figura, és nem figyelnek a fészek játékosok, nem tanulnak belőle. Az utolsó, vagyis az 50. percben Kerecsényi szerzi meg a vezető találatot. 4-3 a Süni és barátai javára. És kétszer is szinte teljesen ugyanolyan gólt kap a fészek. Lehet, hogy itt egy picit lökték Őrsi József tennél az akciónál, de a játékvezetők sípja néma marad. Spanner László. Eladják a labdát. Túl vagyunk a rendes játékidőn, már az 51. perc. És vége a találkozónak. 3-0-ás fészeképítők vezetés után a Süni felhozta, ledolgozta a hátrányt, sőt az utolsó percben a vezetést is megszerezték. Így a végeredmény fészeképítők, Süni és barátai 3-4. A Süni ezzel nagy lépést tett, illetve egy lépést tett a bentmaradás felé, a fészeképítő pedig igen-igen nehéz helyzetbe került. A Süni így előrelépett a tabellán, a fészek pedig maradt a sereghajtó, és akkor most következzen a májusi gólszüret. Óriási meglepetéssel szolgált a Csép plusz V bádogos találkozó. Igaz, a bádogos a kiesés elől menekül, de nagyon kevesen gondolták volna, hogy szoros meccset vív a bajnoki címvédővel. Már csak azért is, hiszen ősszel 9-1-re nyertek csekáék. Most a bádogos szerzett vezetést majd a magabiztosan játszó Csép plusz V fordított. A játékrész zárása előtt egyenlítette a nagy kedvelés bátran játszó sötétkék együttes. A második félidőben ismét a Csép plusz V jutott egy gólos előnyhöz, de a bándogos játékosai nem adták fel, és a találkozó végén ők fordították az eredményt a saját javukra. Végül 4-3-ra nyert a bádogos. Miért úszott el a három pont? Hát azért, mert buták vagyunk. Pedig ilyenkorban már a szögletből, amikor fel tudunk állni, egy statikus helyzet van, amikor tulajdonképpen onnan tudunk állni az emberekhez, akkor egy visszagúrítás átlövésből gólt kapunk, az a mi hibánk. Tehát az a helyzet, hogy szerintem ezt mi toltuk el, mert vezettünk a vége előtt. Hát aztán ilyenkor jön ugye a pek, hogy megpattan egy labda és bemegy a másik sarokba. De megmondom őszintén, nem voltunk fölényben. Tehát hiába esetleg az első fél időre többet birtokoltuk a labdát, de olyan igazán nagyon fölényben nem tudtunk kerülni. És hát egy ilyen szoros meccsben meg ez sül ki, hogy egyszer ide, egyszer oda. Szóval az ő kapusok is olyan volt, rúgott saját magának, amit ritkán szokás. De tehát azt mondom, hogy ide is volt szerencse, oda is. Talán az X az reális lett volna. Kicsit vészhelyzetben is voltunk, mert kellett a pontok, mert a kieső zóna szélén vagyunk. Meg hát azért látszott, a csapat is összeszedte magát, még hogyha kevés volt a cserejátékos is, hogy mindent megtett azért, hogy a pontot vagy pontokat összehozzuk. Következett egy olyan találkozó, a Coral Turuline, ahol gyorsan kitűnt ki az erőnyerő. A listavezető Turula az első percekben előnyre tett szert, nem is akármilyenre. Az első 25 perc után már 6-0 volt az eredmény a Turulnak. Fordulás után a tavalyi másodosztályú bajnok berámolt egy szépítő találatot, de leginkább csak asszisztált a sportszeresek gólparádéjához. A Turul fiataljai szorgosan tömték az ellenhálóját, és végül idei gólcsúccsal zárták a találkozót. A végeredmény 15-1 a Turul javára. Alaptaktika volt, hogy a végig letámadjuk őket, hogy elvileg ugye jobban tudunk futni náluk, és végig letámadással több gólt szeretnénk elérni, mint a Bombon a múlt héten. Hát ez sikerült, és jövő következő ellenfél a Bombon. Mit üzentek nekik? Legyen egy jó meccs, nyerjen a Jobbik. Kicsit gyengébbek voltunk, mint az ellenfél, sokkal összeszedettebb volt a játékuk. Szétszórtak voltunk, gyámoltanak kicsit, talán nem is akartunk annyira, mint ők. Meg hát jobban kihasználták a helyzeteiket. Nekünk meg ebből adandóan nem is volt helyzetünk. Rendkívül izgalmas mérkőzés kerekedett ki a Fedél Kft. Szépő Szeder randevúból. A találkozó elején elhúzott a Fedél, úgy tűnt, sima meccset játszik a két alakulat. A Szépő szépített, megpróbálkozott a felzárkózással, ám igazán csak a második fél időtől lendült játékba. A sárgamezes Fedélnek nem feküdt a Szépő agresszivitása, és a kiesés ellen küzdő fehérmezesek ledolgozták három gólos hátrányukat, sőt a vezetést is átvették.
A hajrában aztán megrázta magát a Fedél Kft. És végül 8 hétre nyerte a rendkívül kiélezett találkozót. Nem kell több gólt rúgni, egyet nyerhetünk. És akkor az jó, esetleg még a döntetlen. Jó lett volna, sajnos nagyon kevesen jöttünk össze, 2 komoly sérültünk van. És ilyenkor, mikor én kevesen vagyunk, azért elég megerőltető ebben meleg terembe játszani. Mennyire nehéz lesz a végjáték a bajnokságban? Nagyon. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam. A közönség járt jól ezzel a mérkőzéssel, mert elég változatos volt. Az elején úgy, ahogy jól kezdtünk, rúgtunk 3 gólt, nem nagyon tudtak válaszolni rá. Viszont szerintem egy picit a cserékkel gondok voltak, utána feljöttek, elég sok helyzetet kidolgoztak. Egy kicsit össze is zavarodtunk, aztán utána sikerült egy picit lábra állni, és a második fél idő eleje az egy kicsit horrorisztikus volt számunkra, mert kaptunk 4 gólt zsinórba, megfordították a mérkőzést, aztán egy jó hajrával sikerült magunk javára fordítani vissza, és így nyertünk. A klubfeca bombon találkozónak talán csak a bombon számára volt tétje, hiszen a fehérmezesek a bajnoki címért küzdenek, míg a feca a stabil középcsapat szerepét tölti be. Sokáig csak a bombon meddőmezőny fölénye jellemezte a mérkőzést. A félidő közepetáján a kékmezes feca védelme egyre többször hibázott, és ezt a bajnok aspiráns könyörtelenül kihasználta. 3-0-ás bombon vezetésnél fordultak az együttesek, igaz idő előtt, hiszen a játékrész csupán 22 percig tartott. A második félidőben letámadott a klubfeca és szépített. A bombon újra elhúzott ellenfelétől, majd az utolsó percekben a klubfeca megtáltosodott. Sorra termelték a gólokat, de az egyenlítésre már nem maradt idő, így a végeredmény 5-4 a bombon javára. 5-1 után úgy gondolom, hogy kicsit félváról vettük a mérkőzést, könnyedében játszottunk, amit nem szabad ilyen csapatok ellen megengedni, mert látni lehetett, hogy 4 támadásból 3 gólt lőttek. Amíg úgymond szoros volt a mérkőzés, jól játszottunk, kihasználtuk a lehetőségeket, volt még helyzetünk, nem rúgtuk be, de jó csapat ellen 5-1-re vezettünk, tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó játszott a csapat, utána kiengedtünk, ami figyelmeztető jel a további mérkőzésekre, de nem hiszem, hogyha szorosabb lett volna, akkor így álltott volna a végén a csapat. Tüzet nem igazán éreztem a csapatban az elejétől kezdve. A bomba nagyon jó csapat, hátul nagyon stabilak, és nem tudtuk kialakítani a helyzeteinket, ők vezettek. Mondjuk rúgtak 3 olyan gólt, hogy mi rúgattunk velük, mert az, hogy a kapusunk oda passzolja neki, meg 6-oson kötélybe elmegy a szabadugás, az azt nem szabad megengedni első osztályba. Az utolsó 3 gól szerintem már kicsit a végére figyeltek, végét várták. Az, hogy kétszer én találtam be, az csak szerencsém. Minek kellett volna még történni ahhoz, hogy kiegyenlítsetek? 2 perc korábban bemennem. A 22. fordulót a 8. Cooperes és a 6. Blue Hétfő csatája zárta. Ősszel 2-1-re a Blue Hétfő nyerte a két együttes találkozóját. Most sokáig csak helyzetekig jutottak a csapatok, míg nem a kékmezes Cooper megszerezte a vezetést. Még az első félidőben növelni tudták előnyüket. Fordulás után arra lehetett számítani, hogy a Blue Hétfő felzárkózik. Ehelyett a Cooperes C pontosan használta ki ellenfele megingásait. A végére a Hétfő teljesen szétesett, így a találkozót 7-0-ra nyerte a Cooper. Nagyon nagy formajavulása ment át. A csapat, nem tudom, kellemes csalódás volt. Nem tudtad, hogy mi az oka a formajavulása? Nem, sajnos nem. Hát azt nem tudtuk elképzelni, hogy mi volt az oka az előtti heti vereségnek. Talán ez a csapat igazi arca, remélem. Kihagytuk a helyzeteket, ők berúgták, nem lehetett más az eredmény. Miért ez a hullámvölgy most a Blue Hétfőnél? Hát, talán most jönnek az erősebb csapatok, és azért nem tudunk nyerni most, de reméljük fecát meg tudjuk verni jövő héten. A 22. fordulóban tehát az eredmények C plusz C Bálogos 3-4, Coral Turuline 1-15, Fedél Kft. Szép Hőszeder 8-7, Fészeképítők Sunés és Barátai 3-4, Klubfeca Bombon 4-5, Cooperes C Blue Hétfő 7-0. A tabellát a Turuline vezeti 49 ponttal, második a Bombon 43 ponttal, azonban egy találkozóval kevesebbet játszottak. Harmadik a Fedél Kft. 39 és negyedik az Aprilia 38 ponttal. Ötödik a C plusz V, hatodik a Blue Hétfő, hetedik a Klubfeca, nyolcadik a Cooperes C, kilencedik a Bádogos, tizedik a Szép Hőszeder. A 3 kieső helyen pedig 11. a Sünés Barátai 19, 12. a Koral 17 és 13. a Fészeképítők 15 ponttal. Az 1B 22. fordulójában Lancaster-Köfém 2 Fehérvár Horgász volt 4-1, MÁV Gépészet Truck Trailer SC 3-0, Maratonsport Dekkebau 1-1, Ságépítő RT Zöldker 4-4, Más Tészta Fehérvíz 4-4,
Hungária Taxi Fevita 2-7, Polyák BT Selgáz 8-4. Itt az első helyen a MÁV gépészet áll 51 ponttal, második a Maratonsport 49 és harmadik a Fevita 48 ponttal. Negyedik a Polyák BT, ötödik a Dekkebau, hatodik a Zöldker, hetedik a Truck Trailer, nyolcadik a Más Tészta, kilencedik a Fehér Víz, tizedik a Ságépítő, tizenegyedik a Lankász, tizenkettedik a Hungária Taxi, tizenharmadik a Fehérvárhorgász volt és tizennegyedik a Shellgáz. A 23. fordulóban, azaz a jövő héten a Szépülszeder a Csé plusz V-vel, a Turuláin a Bombonnal, a Sünnyes Barátai a Fedél Kft-vel, az Aprilia a Fészeképítőkkel, a Blue hétfő a Klubfecával, még a Bálogos a Cooper SC-vel találkozik, a jövő héten akkorral lesz a szabadnapos együttes. Kedves nézőink, ennyi volt mára. A kispálya legközelebb jövő hét szombaton jelentkezünk a szokásos időpontban, kérem tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!